Forrás Rádió. Mindig veled. 8 óra után járunk, 4 perccel, vidám reggelt mindenkinek, ebben az órában pedig vendégünk is van, mégpedig egy nagyon-nagyon különleges jubileum alkalmából, egy jubileumi év alkalmából a Tatabányai Bányásztánc Együttes igazgatója, Emmer Róbert itt a stúdióban. Jó reggelt, szia Robi! Jó reggelt, Tatabánya, jó reggelt, Forrás Café! Hát Robikám, ünnepeltek ebben az évben, ráadásul hát egy nagyon-nagyon gyönyörű, szép, mondhatni, hogy kerek. Mennyire kerek a 75? Nem tudom. A 75 az szép szám, szép nem szám. Annyira kerek, de elég hosszú időszakot takar, úgyhogy szerintem azt gondolom, van mit ünnepelni, lesz mit ünnepelni az ősszel. 75 éves a Tatabányai Bányásztánc Együttes, hát azért ez bárhogy nézzük, 3/4 évszázad, az azért már egy nagyon-nagyon komoly hagyományt, egy nagyon-nagyon komoly múltat jelent. Igen, azt gondolom, hogy párját ritkítja az országban is, és a városban is egy olyan művészeti szervezet, egy olyan művészeti együttes, aki ilyen hosszú pályafutást tudhat maga mögött, és főleg olyan, ahol még a tagok, a most is aktív tagok közül már vannak itt, van 40-45 éve. Tehát, hogy a folytonosság az még ma is színpadon élhető, hiszen a színpadon nem csak a bányásztáncaütest, hanem a öreg bányásztáncaütest is látjuk, akik azért ugye most már elég nagy ívet átfutottak az időben. Azért... Van olyan, amikor mondjuk szülő és gyerek, vagy esetleg unoka is részt vesz, és ugyanúgy ott táncolnak együtt? Igen, előfordul ez. Mi is mutattunk be ilyet 5 éve, illetve az öreg bányászosok is tavaly az ő novemberi jubileumokon egy ilyen unoka nagymama táncot bemutattak. Úgyhogy vannak ilyen kis helyes dolgok, persze. Robikám, neked a személyes kötődés az most már hány évre is nyúlik vissza a táncegyütteshez? Hát én azt hiszem, hogy körülbelül 40 éve vagyok a táncegyüttes kötelékében, abból 35-öt körülbelül színpadon is töltöttem, de a feleségem ezbe megverte, hát lehet, hogy ebbe is, de ebbe mindenképpen, mert ő előbb került a bányászba, és ugye bár ő most már jó néhány éve nem táncol, de hát a bányász táncegyüttesnek az iskoláját igazgatja, ugye most már 10 éve. Igen, és ezt mondjuk el, hogyha valaki esetleg mondjuk nem tatabányai, mert aki tatabányai, annak szerintem nem nagyon kell titeket bemutatni, mert ugye hosszú-hosszú évekre visszamenőleg ugye az összes rendezvényen ott vagytok, elmaradhatatlan részei vagytok a különböző fesztiváloknak és programoknak, hogy azért itt nem simán csak egy táncegyüttesről beszélünk, hanem itt ugye nagyon-nagyon sokan vagytok, ugye van egy komplett iskola, ami, hát én még csak azt sem merem mondani, hogy csak és kizárólag tánciskola, mert hogy a teljes népművészetet ugye átfogjátok, és az egész kultúrát próbáljátok közvetíteni a fiataloknak. És ugye akkor ott van még valóban, amire utaltál, ugye az öreg táncosoknak a csoportja is. Igen, ez egy nagy öröm számunkra, és egyben azért szükségszerűség is volt, hogy annak idején 17-18 évvel ezelőtt megalapítottuk, és meg tudtuk alapítani a mi néptánc iskolánkat, ami a utánpótlás bázis biztosítja. Jelenleg ez olyan 220 gyerekkel működik, ugye ez egy akkreditált iskoláról beszélünk, és abból jönnek ki az utánpótlás csoportok és a bányásztáncütes közvetlen utánpótlás csoportja, a Cinege, ahonnan aztán az ügyesebbek, meg szinte mindenki azért fölkerül a bányásztáncütesbe és lehetőséget kap, enélkül nem működne a rendszer. Az öreg táncos együttes az egy másik történet, ugye ők ezelőtt 25 évvel egy akkori jubileumra összejöttek, és aztán úgy maradtak, és azóta együtt vannak. Az egy eléggé stabil csoport, tehát vannak benne jövőmenő táncosok, de azért egy stabil csoport. Nálunk azért sajnos, és nem csak nálunk, hanem minden más iskolában az országban elég nagy a fluktuáció. A fiatalok az érettségi után, mikor elmennek egyetemre, kikerülnek és elkerülnek. Aztán vagy visszajönnek, de leginkább nem. És ezért is fontos, hogy alulról sokat merítsünk, hogy a bányászba azért jusson táncos. És mennyire népszerű a néptánc? Ugye most itt nagyon sok műfaj van, és a fiatalok körében inkább ezek a diszkótáncok lehetnek népszerűek. Mégis meg lehet mozgatni őket? Én úgy tudom, hogy óvodában is ugye nagyon szeretik a kicsik, hogyha néptáncolhatnak. Mennyire maradandó ez mondjuk egy kicsit ilyen fiatalabb generációhoz? Nehéz ügy, azt kell, hogy mondjam. Ez az országban területenként is változik. Tatabányán nem annyira népszerű, mint mondjuk Jászberénybe vagy a Nyírségbe. Uh-huh. De még itt közelebb Győrben is jóval népszerűbb. Ez talán az iparosodásos dolgokkal összefüggő dolog. Én itt nagyon irigylem a sótáncosokat, a borosicáikat, mert vagy 400 lány táncol, ott igaz, fiú meg nem sok. Nálunk azért fiúk is vannak. Nem mondanám, hogy annyira nagyon népszerű. Most mondják, hogy egy kicsit divatja van a néptáncnak,
Nálunk is a létszámban ez most talán igen észrevehető. Én azt gondolom, hogy olyan tartalommal kell tudni kitölteni, ami behúzza a fiatalokat. Tehát egy kicsikét, mi próbálunk egy kicsikét az autentikus néptáncból is kitekinteni, de programokban se az a bigott néptáncos társulat vagyunk, hanem egyáltalán nem baj, hogyha a karácsonyi bulinkon más típusú zene szól. Mi ezt nem bánjuk. Igen, és a néptánc az alap. Lehet egy csomó más tánchoz is. Így van, így van. Ez az alap, nyilván ezzel foglalkozunk egész évben, de egyáltalán nem baj, hát hiszen fiatalokról beszélünk, akiket érdekli az Azariától kezdve bármicsoda is, amit én azt sem tudok, hogy micsoda, de nem baj, ha ők elmennek, csak nekem ne kelljen az ilyen koncerteken részt vennem, de igen, az alapok azért ezek így van, és úgy látom, hogy azért vannak fiatalok, akiket például egy teljesen autentikus, hagyományőrző disznóvágás is érdemel. Hiszen, ha kijönnek Gántra az éves disznóvágásunkra, olyat még nem láttak, ugye itt bent a tizenemeletes tömbök között. Igen, és azért azt is tegyük hozzá, hogy én emlékszem, hogy jó pár éve előjöttetek például olyan koreográfiával is, ami azért egy kicsit ugye hajazott már a modern táncművészet felé is, az egy nagyon-nagyon, hát ilyen mondhatni, hogy vegyes, eklektikus, de hihetetlen jó kis koreográfia volt. Most a pontos nevére nem emlékszem, de az egy zseniálisan jó, ilyen modernebb stílusú koreó volt tőletek. Hát volt ilyen sok. Egy időben, hogy mondjam, eléggé utaztunk ezekre a koreográfiákra, és sok ilyet készítettünk. Ahhoz azért egy megfelelő szintű tánctechnikai tudás és előadókészség is kell. Most is van repertoáron egy-két ilyen darab. Én magam részéről szeretem, és azt gondolom, hogy közelebb viszi az autentikus néptáncot a mai utca emberéhez. És amikor kaptunk lehetőséget, és a Sörfesztiválon még pár évvel ezelőtt fel tudtunk lépni, és 11 néhány éve fellépünk a Vízzene Virágfesztiválon, mindig viszünk ilyen koreográfiákat, és a nézőszámban nagyon érzékelhető az, hogy a modernebb felfogású, tematikus, úgynevezett tematikus táncdarabok jóval népszerűbbek, mint az autentikusok. Most ez sajnos vagy nem sajnos, ezt ebben nem menjünk bele. Én azt gondolom, mind a kettőnél igyekszünk megfelelően közvetíteni a kultúrát és a hagyományokat. Robi, azt azért mindenképpen hangosítsuk ki szerintem, hogy azért ez nem simán csak úgy eltelt 75 év, hanem azért nagyon komoly presztízse is van a Tatabányai Bányásztánc Együttesnek magán a szakmán belül, hiszen hogyha valaki például megnézi a koreográfus versenyt, amit ugye rendeztek minden évben, és az ott megjelenő művészeket, akkor azért azt kell, hogy mondjuk, hogy hát a néptáncosoknak a színe java ott van, és mindenki elismerően szól arról a szakmai munkáról, ami nálatok zajlik. Hát bízom benne, hogy ez így van, hiszen ezért csináljuk. Ugye tavaly volt a 10. koreográfus verseny, amit nem csak rendezünk, de mi is fellépünk, nem csak autentikus, hanem úgynevezett tematikus táncdarabokkal is, ahol időnként díjakat is elcsípünk, hiszen nem az a cél, nem olyan mezőnyt hozunk ide, hogy mi legyünk az elsők és tündököljünk egy mezőnyben, hanem próbáljuk a mai magyar táncélet, néptáncélet színejavát ide vonzani Tatabányára, hogy aki bejön az utcáról, akkor azt lássa. És ahhoz próbáljuk magunkat megmérni. És azt gondolom, hogy ezek a táncejütesek ide eljönnek, az azt jelenti, hogy jó minőségű a fesztivál és az a szakmai munka, amit mi ott prezentálunk. Úgyhogy ezzel eléggé elégedettek is vagyunk, és azt gondolom, hogy a szakmába egy kicsit sikerült mélyebben beásnunk magunkat. Március közeledik, és ugye ez lesz az első olyan hónap, amikor itt azért a jubileum év keretében egy vármegyei táncfórum, ugye, amire készültek március 9-én. Mit lehet erről tudni? Így van. Hát ezt 6-7 évvel ezelőtt indítottuk el útjára ezt a kezdeményezést, és a Martin György Néptánc Szövetség, illetve a Csóri Sándor program ezt anyagilag is támogatja, felkarolta, és közösen rendezzük az agórával, a Vértes agórájával ez a helyszín. Persze ugye a Covid időszak alatt volt, hogy kimaradt, úgyhogy most a 6-nál tartunk. Ez arra hivatott ez a rendezvény, hogy a megyei sereg szemlét szervezze ide Tatabányára, ahol méltó körülmények vannak a Vértes agórában, és gyakorlatilag tavaly minden táncegyüttes jelen volt a megyéből, sőt, mivel hát a régi vármegyét nézzük, tehát akkor a túlkomáromi részről is vannak vendégek, mint ebbe az évben, és a Komárom táncműhely itt lesz velünk, és külön örülünk, hogy a sváb nemzetiségi táncegyüttesek is el szoktak jönni erre a rendezvényre. Ők egy kicsit óvatosabban mutatkoznak be ezeken a rendezvényeken, de próbáljuk őket is behúzni,
És itt nem egy versengésről van szó, ez nem olyan, mint a koreográfus verseny, hogy díjak vannak, hanem ez egy seregszemle, egy találkozó, ahol beszélgetünk, megnézzük egymást, ha valaki kíváncsi a úgynevezett zsűri véleményére, akkor azt meghallgatja saját magáról, vagy a többiekről, és aztán este bulizunk együtt, és azt mondjuk, hogy jól együtt töltöttünk egy napot. Ilyenkor ez mindig ad egyfajta plusz feltöltődést, motivációt is? Hát remélem, mert azért csináljuk. Nekem mindenképpen jót tesz a szívemnek az ilyen rendezvény. Ugye, hát a szívem csücske a Dévagál, amit most már volt szerencsém 20-szor megrendezni. Jó érzés akkor este, mikor elköszönünk egymástól 11 óra éjfél tájba, hogy mindenki azt mondja, hogy jól érezte magát, szívesen jött. Ja, és aztán következő évben persze megint elküldi a jelentkezési lapját. Ez azt hiszem, hogy azt mutatja, hogy jól csináljuk a dolgunkat. Gondolom, hogy azért, ha már jubileumi év, akkor készültök, mert azért emlékszem, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor ugye a 70. születésnapját ünnepelte a Tánc Együttes, akkor például volt azért egy ennek deklarált hétvége is, filmvetítéssel, kiállítással, bállal, gálával, hasonló most is a koncepció? Hát igen, ugye tekintettel arra, hogy ez ősszel lesz valamikor október-november időszakban, mi már most készülünk, biztos, ami biztos. Ugye itt az történik, hogy olyan korosztályokat is visszainvitálunk, akik 5-10 vagy 15 éve már nem táncolnak, de ilyen alkalmakból szívesen összeállnak, és felújítunk velük régebbi sikeres koreográfiákat. Ezeket már most elkezdtük 2 héttel ezelőtt, ezeket az ilyen jellegű munkákat, és valóban az őszre egy ilyen program sorozattal készülünk, hogy van egy állandó kiállítás a Bányász Táncegyüttesről a Jászai Mari Színháznak a balettermi szintjén, azt meg szeretnénk újítani és újból bemutatni mindenkinek. Lesz egy filmvetítés a Bányász Táncegyüttesről, a múltjáról és a jelenéről, ahol régi archív filmeket és a jelenkorban is készült dokumentumfilmeket ből fogunk összevágni egy filmet, illetve hát a gála valóban. Abból, hogy egy vagy kettő lesz, azt még nem tudom, ez mindig egy nagy dilemma, mert a táncosok 2 nem szeretnek végtáncolni egy nap, és aztán utána még beállozni, de egy biztos lesz. És ez mondjuk egy olyan 3 óra hosszás lesz, mert rövidebben nem lehet megoldani a dolgot, és utána igen egy bál mindenképpen, a néptáncosok bálja. Szerintem az is árulkodó egyébként magáról a közösségről, meg úgy általánosságban egy közösség erejéről, hogy azok, akik mondjuk már évek óta nincsenek ott, ilyenkor az első hívószóra örömmel csatlakoznak, mert ez ugye azt jelzi, hogy ők nagyon-nagyon szép emlékeket őriznek magukban az ott töltött évekről. Igen, ez így van, de ebben is van némi hiányérzésem, hiányérzetem, mert inkább a kicsit idősebb korosztály jön vissza. Nekik jobban szívük csücske volt talán ez, jobban kötődtek ide, tovább együtt voltunk, volt akikkel 15-20-25 évig együtt táncoltunk. A fiatalok, akik csak néhány évet töltenek itt, azok azért már felületesebben jönnek vissza, őket nehezebb összerántani, de se baj, üzenem nekik, hogy várjuk őket is szívesen, hogyha hallják ezt most, és kedvet éreznek hozzá, akkor jöjjenek, de azért ez inkább a jelenlegi Táncegyüttesről fog szólni. Tehát azért a műsor szerkesztésben a fő vonulat a jelenlegi Táncegyüttesnek a színre léptetése lesz. Az iskolában mi a helyzet? Ha már itt korábban ugye szóba hoztad, mondtad, hogy nagyjából most ilyen 220-an vagytok. Gondolom, hogy azért ott is az aktív pörgős hétköznapok azok mennek. Igen, szerencsére ott is az elmúlt években tudtunk fejlődni. Ugye általában ilyen 140-150 fővel ment ez az iskola, és most ugye a 220 főre való növekedés azt mutatja, hogy valahol jó úton járunk, és ugye ennek a finanszírozási oldala is mind az államkincstár felől, tehát a normatívákon keresztül, mind az önkormányzat felől, amiért külön köszönet, tudtunk előrelépni, és tudtunk olyan pedagógus gárdát leszerződtetni, akik jó minőségi munkát végeznek, és ezt most a Táncegyüttesnél is el tudom mondani, hogy olyan pedagógus gárda, koreográfus gárda van, akik nagyon jó dolgokat csinálnak. Akkor egy picit most így összességében a néptánc mellett, hogyha kellene kampányolnod. De tudom, hogy ezt már egyébként ugye rengetegszer beszélgettünk, Robi, az elmúlt 10-11 néhány évben, és ezt már többször megkérdeztem tőled. De tudom, hogy erről örömmel is beszélsz, hogy mi az, amit például az iskolában kaphatnak a fiatalok, mert tudom azt, mert ismerlek titeket már hosszú évek óta, hogy itt nem csak és kizárólag táncolni tanulnak meg, hanem azért ennél én azt gondolom, hogy többet kapnak ők ott. Igen, tehát mi azért a kultúrának egy tágabb szegmensét próbáljuk megmutatni azoknak, akik velünk tartanak, nem csak a táncot, hanem a hagyományokat is. Ezért utazunk falura, ha
lehet így fogalmaznom, és Erdélyben, ahol merítkezni lehet a hagyományok között még élőben is, és nem csak a tánc, hanem az egyéb, az ének és a zene és a kézművesség és a ruhák készítésének hagyományaiban. De azt gondolom, hogy az manapság, mikor szanaszéjjel rohangásznak a fiatalok, és a plázában itt-ott ácsorogva nyomkodják a telefont, az azért az nem a nagy baj, sőt jó, hogy nálunk a telefont le kell tenni a balettterem ablakában, és együtt tölteni azt a 2-3 órás próbaidőt, és arra koncentrálni, hogy együtt vagyunk, és együtt hozunk létre értéket, valamiféle olyan értéket, amit aztán ki is lehet állítani a színpadra, mert hiszen azért vagyunk, hogy kiálljunk a színpadra, és mindenkinek, aki az utcáról bejön, ezt bemutassuk. Tehát ugye ez a végső cél. És ezt örömmel tegyük, és jól érezzék magukat a fiatalok, és azt gondolom, hogy nagyon örülök annak, hogy a mostani csapat az úgy összeragadt. És az egyetemről is visszajárnak, és szívesen vannak itt, és szívesen töltik együtt a hétvégéket. És nem csak akkor, mikor fellépés van, hanem akkor is, mikor nincs. Ráadásul itt azért olyan fiatalokról beszélünk, megint csak kicsit saját tapasztalatokra hagyatkozzak, mert ugye azért rengetegszer konferáltalak már titeket különböző színpadokon, hogy nagyon jó kiállású fiúk, lányok. Gondolom, hogy azért a maga a színpadi rutin, meg ez az egész légkör ad nekik egy ilyen határozott kiállást. Hát igen, a színpadi műfaj azért megköveteli azt, hogy valaki kihúzza magát, és büszke legyen, és büszkén álljunk a színpadra, hogy amit csinál, az szép és jó és értékes, és előremutató, és azt gondolom, hogy ezt próbáljuk is beléjük nevelni, hogy erre ők büszkék legyenek, és büszkén csinálják-e. Mert azért ugye vannak olyan közegek, mert jaj, olyan ciki ez a néptánc, és kaszarásznak rajta, jaj, öcsém, akkor csináld meg azt a tánc mutatványt ott a színpadon. Igen, abban van egy év mutatva, egy munka. Igen, igen, az azért komoly kihívás. Robikám, mit kívánjunk nektek erre a jubileumi évre? Sok szabad időt hozzá, sok energiát, erőt, próbatermet és némi pénzt, mert mindez kell hozzá, és sok lelkesedés, de azt hiszem abban nincs hiány a táncegyüttes. Tehát akkor március 9-én, ugye, akkor a Komárom-Esztergom vármegyei táncfórum lesz az első ilyen esemény, amit ki tudunk ebből 15 órai kezdett el a Vértes Agórájában. Mindenkit szeretettel várunk, a 75 éves jubileumra pedig majd, mikor majd közelebb érünk hozzá, és lesz már időpont, akkor azt is kommunikáljuk. És akkor természetesen örömmel látunk téged, titeket újra. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Emmer Róberttel beszélgettünk, tehát a 75 éves Tatabányai Bányásztánc Együttes igazgatójával. Forrás Rádió. Mindig veled!